Üdvözlöm Önöket, ez itt a Tibiék következő adása. Én Tisza Tibor vagyok, és hát mellettem van Dombi Tibi is, állandó társam, műsorvezető társam, de nem szereti, ha ezt mondom. És a mai vendégünk az egy igazi legenda a DVSC-nél. Horváth Bélát hívtuk meg, aki a DVSC Labdarúgó Akadémia logisztikai vezetője. Szia Béla! Sziasztok, Fél! Szabad bátyom! Letegeztelek, de hát régi ismerettségünkre való tekintett, én azt gondolom, hogy ez belefér főleg itt a műsorba is. Béla, bár nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy készüljek erre a műsorra, és hogy milyen kérdéseket rakjak fel neked, de én azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, ha egy jót beszélgetnénk, és nem... Jó sikerült, nem, amúgy. Jó, igen, jól sikerült, hogy nem lenne kötelező kérdések, mivel elég régóta mi is jó barátságban vagyunk, meg azért Tibivel, meg nem csak barátság, hanem nagyon sok siker részesei voltatok együtt is. Úgyhogy hogy vagy mostanában, mi van veled? Köszönöm kérdésed. Jó vagyok. Jó érzem magam, fizikálisan rendben vagyok, egészségem rendben, családom rendben van, tehát elégedett ember vagyok. Ahogy mondtad, a DVSC-nél vagyok, az utánpótlásnál logisztikai vezető, ez a titulusom, de gyakorlatilag ez intéző, a régi időkben ezt intézőnek hívták, hogy gyakorlatilag mindent, ami a csapat környékén elmerül kérdés, azt meg kell oldani, utaztatás, étkeztetés. Minden korosztály, nem? Hát gyakorlatilag hozzánk tartozik, Vadicska Zsolttal csináljuk ezt az U14-től az MB3-ig azt a 6-7 korosztályt, és ezeket a korosztályoknak az utaztatása, étkeztetése, úgymond logisztikája az mind hozzánk tartozik. Igen, és hát nagyon régóta dolgozol amúgy a DVSC-nél, előtte meg még a felnőtt csapatnál is voltál. Ha esetleg lehet ilyen különbséget tenni, akkor melyik a jobb? Az egy más feladat volt, egy más történet volt, hát azt elmondhatom, hogy ugye 96-ban hagytam abban a labdarúgást, és 97 áprilisban kerültem vissza a DVSC-hez, mint technikai vezető. Előtte játékosként mondhatom, hogy remélem, hogy nem nagy képviség, szolgáltam a DVSC-t, 85-be kerültünk ide, egyébként mezőtúrról a feleségemmel, meg az idősebbik fiammal, aki akkor 3 hónapos volt, és lassan 40 éve. Akkor születtem 84-be. Azért mondom, hogy te meg jó ismered a fiamat, és igen, mint igen. csapattársa is voltatok, tehát azóta debreceniek vagyunk, most már nem is igen, Debrecen, már Józsasiak. Neki is apasszolt, ugye? De amúgy ez olyan jó érzés nekem, itt én debreceni vagyok, ugye, bár ti ketten nem, és mégis mind a ketten úgy beszéltek magatokról, mint debreceniek, ez azt jelenti, hogy tényleg szerettek itt lenni, meg a másik része az, hogy olyan eredményeket, meg olyan megbecsülést értetek el itt, ami én úgy gondolom, hogy egyedülálló a ti, akár Béla neked a korosztályodban, vagy Tibinek is már a fiatalabb generációban ott, és ez tök jó érzés, mert én azt gondolom, hogy pont ez lenne a lényeg, hogy egy olyan vonzó legyen Debrecen, akár most is az itteni játékosoknak, akik most játszanak, hogy így beszéljünk róluk mondjuk 20 év múlva, hogy már debreceniek. Ez nagyon pozitív szerintem. Hát ez egy nagyon nagy élmény számomra is egyébként, hogy itt Debrecenbe elfogadtak bennünket, a családomat, engem, az emberek, és nagyon sokszor megállítanak az utcán, és úgy tekintenek rám, mint egy ősi. Őshonos debrecenire, holott sokan nyilván azt is hiszik, hogy valóban itt is születtem, és nem egy bevándorló vagyok. Pedig Várkerti vitéz vagy, nem? Várkerti vitéz vagyok, Tibike. Én kisvárdi vagyok. Érdekes ez, mert megfigyeltem, aki nem kisvárdi, az azt mondja, hogy kisvárdai. Én kisvárdi vagyok, én onnan ott születtem, ott jártam gimnáziumba, ott kezdtem futballozni is, a helyi csapatba, a KSE-nek hívták akkor, és hát egészen más körülmények voltak akkor Kisvárdán, mint most, tehát volt a vár mellett egy pálya, aztán mellette egy salakpálya, de az olyan salakpálya volt, hogy ilyen volt egy öntödei vállalat, és ott az öntőformák, ilyen salakos öntőformák, azokat összetörték, és azt vitték ki a pályát. Azzal töltötték föl. Tehát az olyan, hogy... Jó volt, ha te vetődni, akkor nem. Az nagyon kellemes volt, mert
olyan volt, mintha a Holdon vetődtél volna. Tehát abban az időben ugye nem ismertük még gyerekként ezt a kapuskesztyű korszakot, tehát a tenyerünket azt elég szépen megette egy edzés után. És egyértelmű volt, hogy kapus leszel? Nem volt egyértelmű egyébként, hanem megmondom őszintén, én baloldali nagyoló voltam először, balbek, és de aztán nem voltam olyan sikeres abban a pozícióban, és egyszer egy ilyen utolsó olimpián bekerültünk az ország keleti régiójának a döntőjébe, Salgótarjánban volt, és játszottunk egy debreceni csapattal is, a Újkert néven futott egy olyan képességű csapat volt, hogy bennünket 9-0-ra vertek meg, és akkor összevesztem a kapussal, az akkori kapusunkkal. Mert béna volt. Hát mondtam, hogy neked minden berúgnak, hát ezt nem hiszem. Akkor mutasd meg, ő megmondta, nem? Mondta, hogy akkor legyél te a kapus. Na jó, a következő meccsen beálltam én, akkor egy szintén kikaptunk, de csak 2-0-ra egy olyan csapattól, akivel a Debrecen X-elt. Tehát a Debrecen azért nyerte meg a tornát, mert bennünket nagyobb arányba ütött le, mint a Borsod megyei győztes, aztán ők jutottak be az országos döntőbe, amit meg is nyertek egyébként, tehát emlékszem, hogy volt egy játékos a Debrecenben, Barna Jánosnak hívták, meg Zavacki, ezek futballoztak, akik később MB2 szintig eljutottak, ügyes futballisták voltak nagyon. Hát azokról már vertek bennünket, tehát mint a csirkék körbevettük, mint a kakast, aztán nem tudtuk megszerezni tőlük a labdát, soha nem felejtem, hogy csak szenvedtünk. Aztán na így attól datálódik tulajdonképpen az, hogy én kapuba álltam, ez úgy 74-75-ben történt. Említetted, hogy Debrecenbe kerültetek 85-ben, igen. Ugye? Hogyan? Kérlek szépen, egy érdekes sztori ez is, mert én ugye Kisvárdáról egy országos ifjúsági bajnokságban szerepeltünk a Kisvárdával. A Kisvárdának a felnőtt csapat akkor MB2-es volt, és Budapesten játszottunk a Vasasnál. És a Vasasnál volt egy nagyon jó kis ügyes korosztályunk ott Kisvárdán, megvertük a Vasast 1-0-ra, és egy hihetetlen, hogy mondjam, a sors, hogy milyen dolgokat produkál. A Videotonnak a utánpótlás szakág vezetője kint volt a meccsen azért, mert a lány ott Angyalföldön lakott egy, mit tudom, egy háztömbet, meglátogatta a lányát. Csiszár Guszti bácsinak hívták, Csiszár Imre volt egyébként, de mindenki Guszti bácsinak hívta. És kérlek szépen, ott unatkozott, gondolom, mit tudom én, vasárnap 11 óra fele lenézett a pályára, hogy mik ugrálnak ott, ilyen mérkőzések vannak a Vasas utánpótlásánál, és látta ott ezt a meccset. A meccs után odajött hozzám, aztán hát, ja, hozzáteszem, nyertünk 1-0-ra, megverdük a Vastas Pesten, aztán lehet életem nagy szerencséje volt, az kivétem egy 11-est, egész jó teljesítettem azon a mérkőzésen, odajött hozzám ez az idősebb úr, és mondta, hogy hány éves vagy, fiam? Hát mondom, hogy 18-adik vagyok, most tavasszal fogok érettségizni. Azt mondja, hogy figyelj már ide, azt mondja, hogy én Fehérvárról jöttem, hogy lenne-e kedved Fehérváron futballozni tovább. Mondom, hol? Hát azt mondja, hát a Videotonban. Hát de, mondom, nekem, hát de hogy kerülnék én oda? Hát azt mondja, hogy én oda viszlek, fiam, aztán mi a terved egyébként tanulásba, hogy tovább akarsz tanulni? Hát mondom, hogy van egy elképzelésem, hogy... Pont Fehérváron van az iskola. Nem, mondom, hogy kinéztem egy iskolát Szombathelyen, egy tanári szakpárt, testnevelés és történelem szakpárt. Földrajz, nem? Nem, testnevelés, történelem. És ott volt az a szakpárosítás együtt, elég furcsa szakpárosítás, oda is mondta. És azt mondja, mi lenne, hogyha futballoznál, és azt mondja, egy szakmát tanulhatnál. Mondom, milyen szakmát? Azt mondja, hogy nálunk van képzés a Videotonnál, ilyen, hogy tévészerelő, elektronikai műszerész, tehát ilyen szakirány. Most abból megélni a tévészerelőből. Hát megélnék, ha tudnám, igen, hogyan ma kell csinálni. Nagyon, ma már nincs. Hogy kell kidobni a kukába. Ja. De a lényeg az, hogy belevágtam ebbe a sztoriba, elhívtak egy ilyen próbajátékra, aztán nem is adtam be a felvételi papírjaimat, tovább tanulásra, ott
a 320-asba, a legendás 320-as szakmunkás képzőbe kerültem Székesfehérvár, ez 79-ben volt érettségi után. És valóban megszereztem az elektronikai műszerész szakmát. Most már azért nem mernék azon kívül hozzányúlni televízióhoz, bekapcsolom, meg kikapcsolom, megmondom őszintén. Nagyon változott a világ. De egy, amit ígért az öreg, tehát megkaptam az esélyt a Videotonnál. Először ugye a tartalék csapatba kerültem, harmadik számú kapusként. Tehát nem volt nagy jövő, mert még előttem volt vagy négy kapus, úgy összességében. De mit hoz a sors, egy két hónap múlva már az NB1-es csapat kispadján találtam magam. Olyan sérülések voltak, hogy egy nap megsérült egy bajnoki mérkőzés napján Újpesten megsérült a Kovács Laci, meg a Diszli Peti is, és a akkori harmadik számú kapus mögé én kerültem föl a nagy csapatnak a kispadjára. Ez óriási élmény volt egyébként. Egy ilyen vidéki sutyó gyereknek, mint én voltam abban az időben. És emlékszem még az ellenfélre? Hogy ki kellen ültem? Igen, ki ellen ültél először. Kérlek szépen, a Ferencváros meccs után történt, de már nem, pontosan nem emlékszem rá. Melyik csapat volt? Hogy melyik csapat volt az, de nagyon nagy büszkeséget töltött el. És onnan Fehérvárról 81-ben bevonultam, de 82-ben bevonultam katonának mezőtúra, és a mezőtúri honvédnál szolgáltam idézőjelbe. Azért mondom, hogy idézőjelbe, mert ez a katonai szolgálat ez elég speciális volt, mi egy sportszakaszban voltunk, és gyakorlatilag reggel megkaptuk a kilépő papírunkat, edzés vagy mérkőzés, és este mentünk be a laktanyába. Te voltál katona amúgy? Nem, én mindig halasztottam, és utána meg szereztem egy olyan papírt, hogy hülye vagyok. Még annyit, hogy visszatérve erre a sztorira, tehát Fehérvárot ismergettem meg a volt mennyasszonyommal, a későbbi feleségemmel, akivel 41. éve vagyunk házasok, tehát nem akármilyen történet. És lényeg az, hogy mezőtúron leszolgáltam a katonaidőmet, utána visszakerültem Fehérvárra, de ott már egy kicsit már oda került Koszta Jani, és már nem láttam úgy a perspektívát, megmondom őszintén, és volt egy olyan lehetőség, a vezőtúr azt mondta, hogy visszavinne engem, mint kapust, mint civilként, már akkor nem katonaként, hanem ott voltunk néhányan civilek, aztán visszakerültem mezőtúrra 83 őszén. Vagy korat elén, és onnan 85-ben igazoltam Debrecenbe. Volt még egy-két sztori, mit tudom én, beesett olyan, hogy 84-ben katonaválogatottal kikerültünk Vietnámba. Ott volt egy ilyen hadsereg spartakiád, és hát elég, hogy mondom, elég jó futballisták voltak, akik velünk tartottak. Volt egy mag, egy mezőtúri mag, aki ott az NB 3-ban akkor vezette a bajnokságot, és erre a spartakiádra oda vezényeltek olyan srácokat, akiknek megvolt az NB1-es, 17 NB1-es meccsük, azzal kaptak egy olyan lehetőséget, hogy 6 hónapig katonáskodnak, és ezekből a srácokból oda került hozzánk, mint a Bognár Gyuri, Bánki Dodó. Az igen. Tehát jó kis pillerek voltak, Adorján Árpi, szegény, aki itt nálunk futballozott a DVSZ-be később, meghalt nagyon fiatalon, és elkerültünk, így mentünk ki Vietnámba, ahol elég kalandos történetek voltak, de megnyertük azt a tornát. Úgyhogy az oroszokkal, a Szovjetunió ellen játszottuk a döntőt. A Gróf Attila például, a Gróf Dávid édesapja volt a kapustársam. Mondjuk nagyon talán két meccsen védett Attila, mert inkább én kaptam bizalmat,
És akkor a döntőbe védett, amikor engem kiállítottak, mert volt egy olyan szituáció, amit nehezen viseltem el, aztán eldurant az agyam, úgyhogy előtte... Abban az időben, hogy Vietnámban csak Stallone járt, nem ő a Rambóként. Rambó, Rambó volt, meg mi voltunk. Mi voltunk ott. És akkor 85-től 91-ig folyamatosan DVSC-nél voltál? 85-től 92-ig, igen. Igen. Debreceni sztori is ugyanúgy volt, mint a videóton? Ugyanúgy megláttak valahol? Igen, igen, igen. Ott pedig, hát tulajdonképpen igen, igen. Petróci Gabi volt akkor a DVSC edzője, amikor talán 85... Ő még udvariban is volt a kis falomban. 85 tavaszán megnézett engem, és végül is Sipos Tibi bácsi volt az, aki megkeresett személyesen. De a sztori lényeg az, hogy Gabi már akkor nem volt a DVSC edzője, hanem Puskás Lajos edzősége idején kerültem én. És mi 91-ben kerültünk föl a fiatalok. Igen. És akkor bátyja, azért lett bátyja, nem mi neveztük el, már akkor így hívták, szerintem a tőle 5-6-7 éve fiatalabbak. Hát mi meg aztán tizenvalahány év van köztük, mi meg aztán majdnem apánk volt, úgyhogy igen, tényleg igazi kapitány volt. Tényleg ezt mondtad ezt, mondani. Igen, mondtad ezt, hogy itt vehemens voltál azon a mérkőzésen, és kiállítottak. És itt a Sándor Tamás ült velünk a múltkorában, és ő is említette, meg itt Tibivel beszélték, hogy amikor ők fölkerültek, akkor te voltál ott a hangadó, meg te voltál az, aki irányította ott a csapatot, hát... meg tehát tényleg nem mertek úgy szólni neked, vagy akármi, hogy ennyire nagy karakter voltál? Hát ezt úgy nem éreztem belülről, megmondom őszintén, hanem... Én azért fostam tőle, én féltem tőle. Maradjunk, és emlékszem, hogy bocsánat, mikor elmentél Csabára, és utána visszajött, és NB1-be voltunk, 93-ban, akkor volt egy nagy kanizsa, amikor játszottunk. Az már 94-ben volt. A következő évben. Jobban emlékszik. És igen, meg a nagy kanizsa első évben nem volt. És mikor ott játszottunk, és kikaptunk, és egyik gólnál az egyik fiatal, Nagy Csabit, ötöstől a félpályáig kergette, mert valamit hibázott. Tehát annyira más volt. Egyébként pont most jött ezek a sztorik, hogy mennyire más volt tényleg a futball, meg az, hogy a pénzek, hogy kisebb fizetés, de nagyobb prémium, és hogy bekerülni a csapatba, ott már anyázni kellett a csapattársra egymás, hogy bekerül a csapatba, hogy pénzt keresse, utána, amikor játszottál, akkor milyen felelősség, kellett játszani, mert kivetted a idősebb játékos zsebéből a pénzt, úgyhogy gyerekei voltak. Tehát az nem fért bele egy bőr, vagy ilyesmi. Tehát annyira más volt, mint most. Tehát látod, meg a hierarchia sokkal jobban kiütközött, nem? Ja, abszolút. Hát... Minden. Tehát annyira nehéz volt bekerülni a csapatba, igen. És utána szerintem kikerülni is. Tehát, hogyha bekerültél, akkor nem olyan volt, mint hogy egyik meccsen kivesznek, betesznek 5 perc, 10 perc. Tehát mások volt, akkor nem volt ennyi csere, eleve volt egy 3 csere. Tehát annyira kettő. Más volt minden, vagy kettő? Kettő. Hát komolyan mondom, amit mondtál, hogy milyen hierarchia volt a csapatban. Igen, amikor én Békés Csabáról visszakerültem 93-ban, akkor szembesültem, hogy ezek a fiatalok mennyit fejlődtek egy év alatt, amíg én egy évig voltam Csabán. 92 nyarától. Kölcsönben voltál, vagy hogy? Kölcsönben voltam. Mi először... nem jöttünk fel az első évbe, ugye? Igen, nem jutott. Bátyó elment Békés Csabára, mi utána jutottunk fel. De Békés Csaba NB1-es volt. Akkor jutott föl? Akkor jutott föl. Úgy volt, képzeld el, hogy a Csaba, nekünk NB2-ben riválisunk volt, és egy olyan történet volt, hogy itthon játszottunk a Vágóid utcán Békés Csaba ellen. Egy olyan meccset, hogy a Békés Csaba olyan 5.-7. helyen volt, mi meg egy kicsit előrébb. És... valami tényleg egy igazi Debrecen Békés Csaba mérkőzés volt, tehát adok-kapok. Két kiállítás Csaba? Három kiállítás. Három Békés Csabait kiállítottak. Vezettünk 1-0-ra, képzeld el. És mint később Csabára kerültem, akkor kiderült az egésznek a lényeg, hogy milyen hatása volt annak a mérkőzésnek a Békés Csaba későbbi szereplésére, későbbi NB1-es szereplésére. Azt mondták, Pásztor Jóska volt az edző Békés Csabán, azt mondták, Jóska, ezt a meccset bukjuk, akkor te fölállsz. Kapott egy ultimátumot az akkori Békés Csabai elnökségtől. És mondom, hogy a lényeg az, hogy gólt szereztünk, három Békés Csabait kiállítottak durvaságért, szövegért. 8-an maradtak, 7 plusz egy kapus, 7 mezőnyjátékos plusz kapus. És a 90. percben
volt egy, eljutottak szöglet. Egy szabadrugásig. Egy oldalszabadrugás? Ott a zsibi felőli lelátó előtt. És beívelték, és a Szenti. Szenti Zoli befejelte. Nem én vétem, nem azért mondom, befejelte. Befejelte, egy-egy lett a mérkőzés végeredménye. Óriási csalódás volt nekünk. Debreceneknek nem tudtuk megverni a 8 főből álló Békés Csabát. Viszont Pásztor megőrizte az edzői padját, az edzői állását. A következő 8 meccset a Békés Csaba megnyerte, és első helyen feljutott az NB1-be. És ezen múlott azon, hogyha azt a labdát nem úgy adják be, hogy meg lehet fejelni, vagy a Szenti Zoli lekésik, vagy valaki megelőzi. Pásztor nem edző, Békés Csabán nem edzői legenda, mert az lett később, hanem lett volna egy bukott edző, aki soha elő nem vettek volna, mint edzőt. És még nem jutottunk föl, Békés Csaba főtad, bátyja elment Békés Csabára. Engem elhívott Pásztor Békés Csabára, elhívott edző, vagy kapusnak. De úgy volt vele, hogy van egy kapus, a Bai Tomi, egy mit tudom én, nála fiatalabb, srác, és én meg ott mit tudom kisegíteni. Folytatódik az élet, ahogy tényleg azt mondom neked, olyan csavarokat ad a sorsnak, hogy azt az ember nem tudja megtervezni, egy forgatókönyv író nem tudná komolyabban megcsinálni ezt. Az első mérkőzést játszotta otthon a Békés Csaba, óriási várakozás, előtte még akkor tartalékbajnoki mérkőzés, de nem is azon a pályán van, hanem mit tudom én, Jaminában. Én mindig azt mondtam, hogy az a hidon túl a Tótoknál, a Jaminai pályán, ott játszott a tartalék. Na, azt mondta Pásztor, végyek ott egy fél időt a tartalékba, aztán majd menjek vissza, hogy átvisznek majd a előre stadionba a fél időbe. Úgy is volt, vétem egy fél időt a Honvéd tartalék ellen, aztán leültem a kispadra a Honvéd ellen, hát akkor Verebes volt az edző, mit tudom én, akit úgy Márton Gabi, akkor Illés Béla, Pison. Fischer, Pisont, ezek futballoztak abban a Honvédban. Erre a kollégámat, mit tudom, a 10. percben kiállították. Lehet, hogy kicsit erős volt, lényeg az, hogy ütközött a 16-os belül, elhúzta a csatár lábát, kiállították. Na, mondták, hogy Béla, gyere! Színpadra, fiatalember színpadra. Beálltam, be is verték a 11-est, ahogy illik. Aztán a lényeg, hogy 2-2-re hoztuk a meccset, még a Márton Gabi rúgott nekem egy gólt a legurító szabadrugás után, de összességében kiemeltek, hogy jó teljesítmény nyújtottam. És akkor bemaradtam a csapatba, védtem, mit tudom, egy 4-5 meccset, és Vác ellen meg engem állítottak ki. Egy hasonló szituációban Kurmai Zoli bácsi, aki azóta is egy nagyon jó, mondhatom, hogy egy nagyon jó barátom, ő volt a játékvezető, most ellenőrként jár Debrecenben rendszeresen. Egy Vác elleni, az egyik Váci csatárnak a lábát elhúztam, 11-es kiállítás. Úgy berágtam, megmondom őszintén, hogy a kiállítás miatt, hogy bementem a öltözőbe, felöltöztem gyorsan, aztán átmentem, ott szembe volt egy kocsma. Hát mindenre jó. Gyógyír volt a fájdalmamra, megittem, vagy 3 sör gyorsan. És akkor hanyadikok lettetek abban az évben? A negyedik helyen végzett. Nagyon jó szerepeltek, és volt egy Kasik Zsolt nevezetű játékos, utánpótlás alatt együtt voltunk, és mikor ott volt, akkor kivágtuk a tabellát, mert mi párhuzamosan szerepeltünk az NB2-ben, akkor már nagyon jól szerepeltünk, vezettük a bajnokságot, és bátyának Tobéval elküldtük a tabellát. Na itt van a tabella, küld már neki, hogy állunk. Elküldt a következő találkozó, jön Kasik Zsolt, azt odaadtam neki, hogy meg küldött egy kis fizetési számlát, hogy mennyit keresett abban az évben. Abban a hónapban! Még így néztük, mondom, egész évben kettőnünk keresünk ennyit. Úgyhogy megnyerte. És akkor a következő évben, abban az évben vissza is jött a bajnokság végén, és akkor vele kezdtük meg a menetelés az NB1-be első 8 meccsen. Első 8 meccsen 7 győzelem, 1x vezettük a bajnokságot. És erről a Békés Csabai meccsről jut eszembe, hogy egyszer játszottunk Békés Csabán. Az második meccs volt. Második meccs? Második meccs. Nyertünk 2-1-re. Nyertünk 2-1-re. És volt akkor is egy beívelés, vagy nem tudom, mert én is ott voltam a 16-oson belül, és rá befejelték a ficakba. Nem, úgy volt. Egy ilyen ez szöglet volt. Szöglet volt? Szöglet volt, és ugye Fodor Tibi, aki debreceni kötődésű,
érkezett a rövidre a Békéscsabai csapatba, és megfejelte a rövid oldalra, megfejelte a labdát, elvetődtem, és a bal kézzel fölütöttem a fűre a labdát. De és kapunk belőle, tehát gól. Tehát ez körülbelül 1 millióból egyszer pattan ki. Kifelé pattant a labda, és a gólvonal előtt keretbe pattant, én vetődős után ott maradtam még a földön, és a keresztbe pattanó labda, ott Szenté érkezett, de látta, hogy gól. És ünnepelte magát, annyi kellett, hogy mellé meglöki a felpattanó labdát, azt mondja, biztos, hogy gól. És tovább ment, és... De nem volt a nagy cirkusz belőle, nem. Nem volt belőle, tehát a játékosok sem nagyon... Nem, csak úgy mondták, hogy gól, gól, a játékosok, mondta, hogy mehet tovább. Én még ott álltam bent, és akkor még kis hülye gyerek voltam, mentem oda bácsi, látja, nem volt gól. Mennyi majdnem gól, mennyi majdnem. De őszinte voltál, milyen naív. Mindig ilyen volt. Ezért szeretjük az őszinteség. Meg nagyon tisztességes becsületes. Lényeg az, hogy megnyertük azt a meccset, Békés Csabán, tehát akkor ez nagyon nagy bravúró, mert a Csabában mit tudom, játszott az a Csapágyas Váci is, az is ott erőködött meg. Meg Árgyalán. Árgyalán Jani. Akkor hát, hátul a Bajuszos Brigád, ja. Raci Szenti. Csabuja, Gyuri. Csabuja, de arra nem nagyon. Hát akkor még nem volt VAR, meg ilyesmi, mert nyilván a gólcsi azért adta, hogy nem tudták megadni, meg akkor még ott kirúgták belőled mindent. Tehát ott a cipőbe sem adottál benne. Az, tehát az a Békéscsaba, mikor oda kerültem, nekem megdöbbentő volt az ugyan csapategység, hogy ott mindenki annyira hajtott a pénzért, azt nem lehetett mondani. Tehát edzésen is a csillagokat lerúgták. Annyira... az volt a fókuszban, hogy meg kell nyerni a meccset. Mert akkor keresel. Akkor keresel pénzt. Hát jellemző, ugye múltkor volt... családos volt, gondolom. Igen, igen. Jellemző, hogy abban az időben, ami volt egy nagy botrány, lehet, hogy hallottatok róla, volt egy női röplabda meccs Fehérvárot, aztán nem is tudom, a nyíregyháziakkal játszottak a fehérváriak, és kirakták az öltöző ajtajára a nyíregyházi játékosok fotóját, és darcot dobáltak rá. Igen. Na nálunk ez annak idején, ez minden napos volt, tehát minden bajnoki mérkőzés előtt a pályázó, a Szilvio Jorgulescu kirakta az ellenfélnek a keretét az öltöző ajtóra, és a darccal célozgattuk az ellenfelet. Tehát már úgy volt ez egy ilyen lélektani felkészítés, hogy mire játszunk ezzel az ellenfélel, mert gyakorlatilag utáltuk őket. Igen. Tehát olyan nem volt ilyen ölelkezés valójában, és kijelben, mint most van. Ott nincs. Igen. Most az utánpótlásban dolgozol. Igen. Már évek óta, vagy mondhatom, hogy évtizedek óta, mert azért már 14 éve, mert 2010 óta. Egy kicsit arról mesélj már nekem, nem sok időnk maradt, mert én reggelig hallgatnám ezt a sztorizgatást, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mostani generáció, amiről mindig beszélünk, igen, hogy más, mint az a generáció, amiből mi jöttünk, vagy amiből, igen, ti jöttetek. Még az, amiből én jöttem is más volt, mint amiből ti jöttetek, de ez már meg teljesen más. Ezeknél ezeknél a gyerekeknél, vagy ezeknél a játékosoknál a hierarchia, vagy ezek a régi dolgok, amik akkor jellemezték a futballt, ez az idősebbek iránti tisztelet, amik a savaborsa voltak, ezek a dolgok, amik ott most mondtál, hogy kergetted a játékost, és akkor ennyire akartál nyerni, igen, én ezt így fordítom, igen, el, meg ennyire fontos volt neked, persze, ez az egész, hogy eltartottad belőle a családod, hogy látod a mai generációt itt az utánpótlás, a gyerekekkel körülvéve? Nagyon. Nyilván vannak biztos pozitívumok, negatívumok, nem akarom nagyon lehúzni. Persze, nem akarok általánosítani, nem, igen, akarok általánosítani, és hozzáteszem. De az biztos, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a jelenlegi fiatal játékosok, az utánpótlás játékosok megismerjék a DVSC-nek a történelmét, tisztában lennének azzal, hogy ki volt itt egy Zilai Zoltán, ki volt egy Puskás Lajos, vagy vittem, azok a labdarúgók, akik a 70-es, 80-as, 90-es években erősítették a DVSC-t, hogy tudnák azt, hogy azok a ma már, mit tudom én, idősebb, megöregedett emberek mennyit tettek azért, hogy ők most itt lehessenek. Tehát ennek a 122 éves klubnak klubhoz tartozhassanak. Tehát mondom, hogy vannak jó példák, vannak kevésbé, inkább azt mondom, negatív történetek is vannak
hogy megismernék azokat a játékosokat, vagy azokat az idősebb labdarúgókat, fölismernék, köszönnének nekik, akik ott megjelennek, mint edzők, vagy sportvezetők a Pallagi Edzőcentrumban, azok az emberek nem véletlenül őszültek meg. Tehát nem csak a koruk, hanem az a kötődés a DVSZ-hez, ami megvolt náluk. Ezt várnám el a fiataloktól is, hogy tisztelnék nem csak a kort, hanem ha már más nem, akkor csak a kort, de a futball tudást is, vagy azt a futball múltat megismernék azoknak az embereknek, akik jelenleg ott dolgoznak, vagy korábban, akik nem is dolgoznak, csak a DVSZ-hez tartoztak, mit tudom én, 30-40-50 évvel ezelőtt. Hát nyilván nem csak ők tehetnek erről, hanem az a tanáraik, vagy a... Persze, megváltozott a világ, amikor... Igen. Amikor azt látom, hogy két gyerek beszélget egymástól 5 méterre, de nem verbálisan, hanem nyomkodja a telefont, és egymásnak üzengetnek. Tehát annyira negatív irányba változott szerintem ez. Tehát az a közösségteremtő barátságok kialakulását meggátolja, megnehezíti ez a... Ilyen sztorikat szerintem ők nem is fognak tudni mondani, hát, mert ezek annyira ilyen emberi sztorik. Persze, egy személyes megjegyzést hagyd tegyek már erre reflektálva, amit mondtál, hogy én most hétfőkedden kint voltam a Chelsea-Newcastle meccsen, beszéltük itt a konyhában a fiammal, és nekem az volt a legszembetűnőm az egyik, hogy talán mindig keressük ezeket a különbségeket, hogy mi lehet a magyar foci vagy a külföldi különbség, hogy elmentünk a Chelsea stadionjába, a mostani mérkőzésen 2024-ben volt olyan transzparens, hogy Drogba, Lampard, Zola, vagy akár ezek a játékosok ki voltak rakva, és nem csak a stadionban belül a mérkőzés közben volt kirakva, hanem ahogy bementünk a stadionba, tele volt a képeikkel, szobrok volt a stadion előtt, ugyanígy az Ázenál stadionban a Bergkamp, ezek a játékosok, akik elértek valamit, és én nagyon üdvözöltem azt, amikor a Tibinek szektora lett itt a stadionban, és nagyon gratuláltam is neki, hogy ez egy hatalmas dolog, de azt gondolom, hogy ebből sokkal több kellene, mert én, hogyha a DVSZ stadion mellett elmegyek, mint civil, igen, én nem látom, hogy kik futballoztak ott. Tehát ha bemegyek a bejáróba, a játékos bejáróba, egy-két kép fönt van, igen, vagy van egy folyosó, amin mondjuk vannak képek. Igen. De a történelemből semmit nem kapunk. Én úgy gondolom a stadionon, igen, kívül, vagy akár egy akadémián is, tehát hogy akár ott lenne egy szoborpark, vagy bármi olyan dolog. És azt gondolom, hogy ez a tradíció, ez valahol... Nagyon nagy feladatunk lenne, akár nekünk is, akik most még élnek és dolgoznak a tradíció, futballba, vagy akár a klubban. Ápolása, tehát ez nagyon, nagyon jó mondod, Tibike, nagyon jó mondod. Tehát, ahogy mondod, van egy a játékos bejárónál, az a folyosón vannak kirakva régi csapatfotók. Az jó lenne, az a baj, hogy az csak azok látják, akik oda jogosultak belépni. De a szurkolók ezt nem látják. Van. És nagyon előremutató lenne, hogyha lenne... Mit tudom én, néha egy olyan kiállítást rendelni, vagy kitolnák ezeket a képeket. Hogy ez elérhető legyen. Hogy lássák minket. Azok az emberek, hogy amikor 1902-ben megalakult a DVSZ, hogy milyen felszerelésben, meg milyen pályán igen, léptek, vagy és játszottak azok az elődeink, igen, akik annak idején megalapították ezt a vasutast. Talán akkor nagyobb lenne a tisztelet a futballisták iránt, biztos talán akkor benne. Nagyobb lenne a tisztelet a magyar sport igen, iránt, vagy a foci iránt. Tehát, nagyon jól látod egyébként, úgy, ahogy mit tudom én, mondtad, hogy láttad a Bergkampnak a, igen, a szobrát. Ugyanúgy, mit tudom én, Sándor Tamásnak a szobrát. Domi nagyon, nagyon el tudnám képzelni a bejárat előtti téren. Vagy akár egy olyan kép, amin ketten vagytok, az is lehetne, vagy egy olyan szobor, vagy akár a Herzog Bandibát is beszéltük, így hogy van. Akárki, akármit mond, az az teljesítmény, amit ő elért edzőként, azt nem fogja nagyon sok mindenki elérni. Biztos, hogy nem, mert és... csak ha belegondolunk, hogy volt olyan évünk, hogy mindent megnyertünk. Így azt hiszem, hogy 2010-ben volt, igen, hogy bajnokság, magyar kupa, liga kupa, igen, mit tudom, mindent. Még talán lehet a Ferencvárosnak se volt ilyen éve. Mondom, hogy olyan... Liga kupát is nyert. Olyan, és ugye előtte 9-ben meg BL-ben volt a csapat, BL csoportkörbe, Bandi vezetése. Azért mondom, hogy lehetne itt egy olyan marketinget
ráépíteni erre, hogy még vonzóbb lenne a DVSC a szurkolók számára, a fiatalok számára. Na legyen ez egy végszó, és remélem, hogy elgondolkodtattuk itt a Debrecen vezetését, hogy hát ha lesz ilyenre példa. Köszönjük, hogy itt voltál, Béla, én nagyon élveztem, és nagyon sokáig hallgatnálak, meg tök jó volt, hogy meg volt a kémia, azt gondolom így. Meg volt a fizika. Köztünk, meg volt a fizika, igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük. Örömmel voltam veletek. A nézőknek is, hogy itt voltak velünk. Ez volt itt a Tibiék, Horváth Bélával, Dombi Tibivel és Tisza Tibivel. Jövünk a jövő héten is. Rock and roll. Rock and roll.